A kávéház mai vendége egy olyan ember, aki napi szinten vendégeskedik a magyar családoknál. Hol reggel, hol délben, és persze este is mondja a magáét. Néha ijeszget, máskor pedig kimondottan jó kedve deríti bennünket és a nézőket. Persze állandóan ígérget. Ilyen ő. Jó időt vagy rosszat mond, elhisszük neki vagy sem. A stúdióban köszöntöm Németh Lajos meteorológust. Jaj, de jó, hogy itt vagy! Szervusz Gábor, üdvözlöm a kedves nézőket! Lajos, hát én azt gondolom, hogy az időjárásról mindig lehet beszélgetni. Lehet beszélgetni a lányokkal, amikor elkezdünk udvarolni, lehet beszélgetni a barátunkkal, a foci meccsek alatt, a tévénézésre, a sörözőbe. És hát, hogy egy meteorológusok beszélgetek, ez innentől kezdve nekem ez egy bónusz. Szívesen jöttem, köszönöm, hogy meghívtál. Fogadjunk, hogy már ezerszer megkérdezték tőled, én viszont még egyszer sem, hogy már gyerekként is nézted a felhőket, meg figyelted az időjárást? De nagyon érdekes, én próbáltam visszavezetni ezt a dolgot, hogy hogyan is lettem meteorológus. El kell, hogy mondjam, hogy én egy Börzsöny és Ipoly menti kis faluból, Vámos Mikuláról származom, ez itt mindjárt szlovák határ mentén van, és lényegében nagyon nagy szerencsém van, mert ugye annak idején ezt a folyót, amelyiket nagykifutásból sportembereknek nyugodtan mondhatom, át is tudjuk ugrani, olyan kicsi, de annak idején hajózhatónak titulálták, ezért ugyan légvonalban 2 kilométerre van csak a másik magyar falu, Ipolybél, de hogyha én 100 méterrel a nyugat felé születek, akkor most nem, mint magyar Németh Lajossal, magyarországi Németh Lajossal beszélsz, hanem magyar nemzetiségű Szlovákiában élő Németh Lajossal beszélsz. Tehát ott születtem, és az én nagyszüleim és a szüleim mezőgazdasággal foglalkoztak. Hát nekik meg azért fontos. És nagyon-nagyon fontos volt a dolog. Ott tanultam meg ezt az első dolgot, amikor az én nagyapám lekaszálta a lucernát, és mindig rohasztó felé nézett, hogy mi volt nála ez a rohasztó. Én akkor nem értettem kisgyerekként. Hát ahonnan az esőt általában kaptuk, és hogyha időben nem kapcsolt, vagy nem száradt meg a lucerna, amit kaszált, vagy le volt aratva a buza, és nem tette kévébe, akkor bizony kárt is tehetett benne az időjárás. De én akkor csak együtt éltem az időjárás megfigyelésével, soha nem gondoltam volna én, hogy akkor meteorológus leszek, de valószínűleg az ottani Vámos Mikolai levegőből én szívtam annyit, hogy utána, amikor Budapestre fölkerültem a gimnáziumba, és befejeztem a 4 osztályt, és el kellett döntenem, hogy mi leszek, ha nagy leszek, akkor a természettudományi karra, tehát a matematika, fizika irányába jobban orientálódtam, mint a huván szakokhoz. Na jó, de kiskezi csókolom, a matematika, meg a fizika, hát azért javíts ki, köcönő viszonyban van a meteorológiával, vagy... Ugye, hogy kívülállunként mennyire idegen? Igen, kívülálló, igen. És képzeld el, hogy mindenféle meteorológiai jelenség mérésen, megfigyelésen és számításon alapul. Magyarán, amikor még nem volt hőmérőd, nem volt légnyomásmérőd, de már volt időjárás, csak nagyon szubjektíven ítélte meg az ember, valakinek az volt meleg. Mondok egy gondolatkísérletet, hogy nagyon jó ezzel játszani. Van 3 edényed, az egyikben 10, a másikban 20, a harmadikban 30 fokos vizet teszel. De most tudjuk, ugye, mert a hőmérővel megmérjük, hogy ez 10 fokos, ez 20 fokos, ez 30 fokos, de amikor még nem volt hőmérő, mert ugye azt a 17. század közepe tájékán Celsius nevű ember többek között ő találta ki a nulla, a fagyáspont és a forráspont közötti skálát, ugye, hogy 100 egységre bontotta, de hogyha 10 fokos vízből beleteszed a kezedet a 20 fokos vízbe, nagyon kellemesnek érzed, melegnek úgymond. No, de ha ugyanezt a kísérletet úgy csinálod, hogy a 30 fokos vízből teszed a 20 fokos vízbe kezedet, akkor azt relatíve hűvösnek érzed. Magyarán addig még nem mértük meg, hogy ez konkrétan 20 fokos, vagy 10 fokos, vagy 30 fokos, mert nem tudtuk megmérni, addig teljesen a szubjektív érzésed alapján döntötted el, hogy mi a meleg, mi a forró, és a többi, és a többi. Ezért nagyon fontos a matematika, nagyon fontosak a számok, nagyon fontosak a műszerek, és nagyon fontos a fizikai állapota a légkörnek, hogy ismerjük. Ezért a fizikával nagyon kapcsolatban. Tehát sokat kaptál akkor a fizikától, meg a matematikától. Így igaz, és utána... És hogy lettél meteorológus? Mert ugye azt mondtad, hogy fizika, matematika szakra jelentkeztél az egyetemen. És tudod miért oda?
Azért, mert még volt lehetőségem, hogy orosz-német szakra menjek a bölcsészkarra. Az biztos volt, hogy az ELTE-re, tehát az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemre jelentkezem, de a természettudományi karon, a matfiz szakon másfélszeres volt a túljelentkezés, a bölcsészkaron az orosz-német tanári szakra, ott pedig 9,5-szeres volt a jelentkezés. És annyit azért el tudtam számolni, hogy a másfélszeresnél nagyobb a sanszom, hogy fölöztek, mint a 9,5-szeresnél, és mondom, jobban vonzultam inkább a természettudományi tandárgyakhoz. Jelentkeztem, felvettek, de akkor tájt, és ezt egészen pontosan 1968-ban volt, amikor én érettségiztem, és 68-ban még olyan volt a felvételi rendszer, sikerült a felvételed valamilyen egyetemre, akkor mint egészséges embert 11 hónapra elvittek katonának. Ilyen egyetemi előfelvétel. Teli. Ahogy igen. Levittek bennünket Hódmezővásárhelyre, és a katonaságban akkor megvolt az a szisztéma, hogy az egy szakra, egy karra, egy egyetemre jelentkezők az közel egy helyiségben, egy laktanyába csoportosították, és mi összejöttünk ott matfizesek, akik majd a következő esztendőben az ELTE-n kezdjük a hallgatását a különböző tudományoknak, a matematikának, és hát azért most visszamenve, ez a katonaság, ugye azért azt hozzáteszem, hogy Vámos Mikolán születtem, ez a szlovák határ, tehát a Magyarország északi részén. Hova vitték az ember gyerekét? Le délre, ugye Hódmezővásárhelyre, elszakítva a szülői háztól. Azért nem volt egy kellemes élmény, de jó csapat jött össze. Uh-huh. Eljártunk sörözni mindig ki, mert kiengedtek bennünket, és elhatároztuk, hogy ezt a sörözést, de ez nem olyan részegségig, folytatjuk az egyetem megkezdése ebben után a korban, is Pesten. Lajos, ebben a korban már nyugodtan mondhatod, hogy részegség is volt néha-néha, és miért ne? Ez nem kávéházi beszélgetés volt, hanem kiskocsmai beszélgetés volt ez a dolog, és egyik alkalommal, én azt sem tudtam, hogy van matematika szak az egyetemen, tehát én annyira eltávolodtam. Már meteorológiai szak. Ja, meteorológiai szak az egyetemen. Én matematika-fizika szakra beiratkozva fölvettek, és voltunk vagy 120-an. A Gólyavár, a TTK-n, az ELTE-n megtelt, a professzorról elmesélte a különböző egyenleteket, és érdekelt a dolog, és egyszer az egyik kollégám, akivel ott voltam katona, azt mondta, és ő fizette volna az aznapi sörkörünket a kiskocsmába, és azt mondta, hogy gyerekek, ne haragudjatok, de én nem tudok ma veletek menni sörözni, mert nekem speckolom van meteorológiából. Speckol meteorológiából. A meteorológia szót azt éreztem, a speckol ez a rövidítés speciális kollégiumnak, tehát egy speciális előadást megyek hallgatni meteorológiából. Ezt jelentette ez a speckolom van meteorológiából. És tudod, én de hitetlen Tamás, én azt mondtam, hogy ide figyelj, de én elmennék veled. Elkísérlek, aztán megvárom, hogy vége lesz ennek a dolog, és akkor utána elmegyünk sörözni. És utána visszamegyünk, elmegyünk sörözni. És elkísértem őt a meteorológia tanszékre, és a következő Gábor. Körülbelül ilyen berendezés, mint itt, hogy a professzor úrnak, a tanszék vezetőnek a szobájában volt az óra, összesen volt 4 hallgató, velem már 5 hallgató és a professzor úr, és a professzor úgy fogadott engem, mint idegent, mintha 1000 év óta ismert volna, hogy kedves kollégám, üljön le, mutatta helyet a kereveten, és mondom, velem együtt most már 5 hallgatója volt, mit kér, kávét vagy teát? Ilyen fogadtatás az egyetemen, és mellette a 120 fős matfiz szakon a 120-ból egy ember, vagy ez a kis közösség. Belecsöppentem egy olyan közösségbe, amelyik kiderült, hogy meteorológiai közösség az egész világon, mintha 1000 év óta ismernék egymást, egy nyelvet beszélnek. Mindenkinek az a célja, hogy megfejtse a légkör titkait. Nem azt mondod, hogy fogtad magad, és ott hagytad a fenébe a matematika, fizikát, és átnyergeltél a... mint meteorológiának. Nem, én is felvettem speckolként. Te is felvetted? Én is speckolként felvettem, harmadik szakként felvettem a meteorológiát, majd második végén le lehetett adni a fizikát, én azt leadtam, és így lettem matematika középiskolai tanár, amikor végeztem az egyetemen, tehát tanári diploma, és meteorológus diplomát is kaptam, tehát 2 diplomás. Kis ördög megszólalt a tanárbácsi, ne haragudjon, megkérdezhetem, hogy a... Ugye érettségi van, a mostani érettségi feladatokat, azt meg tudta volna most oldani? Azt nem tudom. Halmazok és egyebek, meg ilyenek. Nyomon követem az eseményeket, mert az én drága feleségem, aki már nyugdíjas, ő matematika-fizika tanár, ott ismerkedtünk meg az egyetemen, tehát együtt kezdtük, csak hát ő nem a meteorológia irányába ment el, hanem megszállott, és tényleg olyan pedagógus volt, akit máig 10-20-30 éve végzett gyerekek is megkeresnek.
Ő azt mondta, hogy ez különösen ez a középszintű matematika érettségi, ez nagyon-nagyon könnyű volt, úgyhogy reméli, hogy mindenki meg tudta oldani, aki ezt meg szerette volna oldani. Az én kislányom is meg tudta oldani, hála Istennek, úgyhogy minden rendben van. Ugorjunk egy picit, lassan 40 éve. Hú, te jó ég, ilyeneket mondok, de még szerencsé, hogy nem hölgyel beszélgetek. 1975-ben kezdtem, így hát van. Akkor lassan 40 éve. Így van, pontosan. Mondasz különböző dolgokat nekünk, illetve nem, azóta nem. Mióta televíziózol? Hogy lett ez a televízió? 1978 óta, de egy picikét visszaugrok az időbe, mert először volt a rádiózás, utána a televízió. És a rádióról, mikor beszélünk, ugye manapság a mai fiataloknak az, hogy rádió, hát nem triviális, mert 1500 adót tudnak fogni, de akkor tájt a 70-es években volt a magyar rádió és volt a magyar televízió. És a magyar rádióban az időjárás jelentést a 70-es években már a krónikák végén profi meteorológusok, most no. A profit azt nem nagyképűen mondom, nem, hanem bemondók, tehát nem bemondók mondták, hanem a meteorológiai szolgálatnál dolgozó és előrejelzéssel foglalkozó kollégák, akiknek olyan volt a hangja, Fischer tanár úrnak hívták a Magyar Rádióban azt a beszédtanárt, aki több mint egy évet foglalkozott azokkal, hogy szép magyar beszéd is elhangozzék a rádióban, tehát nagyon igényesen a külsősök is és a belsősök is nagyon sokat tanultak azért, hogy igényes, szép magyar nyelven szólnak. És akkor azt jelenti, hogy egyenes út vezetett a képernyőre? A rádióban 1977. január 17-én szólaltam meg a Déli Krónikában először, azért tudom ennyire, mert ezen a napon született meg Móni lányom. Egy időben, és ez a két izgalom annyira kioltotta egymást, hogy sikeres apuka lettem, és sikeres időjárás jelentő a rádióban, majd egy év múlva a televízióban. Hogy is kérdezzek? Egykoron a televízióban is úgy emlékszem, hogy a híradó után a bemondók olvasták fel azt a bizonyos MTI jelentést, mert nem tudom mondani. A meteorológiai szolgált megfogalmazott, valami igen, de azok fajtát. Olvasták fel, igen. Én viszont arra emlékszem, hogy láttam egy emberkét annak idején ott a magyar televízióban, hogy lehet, hogy nem az első adás volt, vagy a tizedik, hogy ott volt a Magyarország térképe című, és akkor nem volt a kezetekben ilyen nyomógomb, mint már most, hanem ilyen mágnes táblaszerű, itt rakosgattátok föl a felhőket, meg a napocskákat, meg az akármit, és beszélt az ember, és egy picit, egy icipicit a remegő hanggal, nem úgy, mint most. Hogy élted meg azt, hogy neked ottan odaálltál, és akkor most rakosgatni kell, bábozni kell, és közben beszélni? Azért, ugye ez egy hosszú életpálya már 78-tól, és most 2013-at írunk. Először nem a híradó végén jelentek meg a meteorológusok, hanem volt olyan műsor péntekenként, hogy 5 perc meteorológia. És az 5 perc meteorológiában 5 percet kellett beszélni a várható időjárásról, valóban mágnes táblán, odarakosgatni ezeket a dolgokat, és oda tettem, ahol én gondoltam, hogy esni fog az eső, de erre az 5 percre ráment egy egész napon, meg egy éjszakám az elsőre, hogy tehát nagyon izgultam, nagyon. Hát, tehát megváltozott a világ manapság, azért sokkal magabiztosabbak az emberek, és hogyha valakinek odadugják a mikrofont, nincs se mikrofonláza semmi, tehát sokkal inkább természetes dolog, hogy valaki megszólaljon, mint hogy mindig az csak el ne téveztem. Másfél napig készültem 5 percre. Tessék mondani, most, vagy akkor, ha úgy is nevezem, a hőskorban volt jobb meteorológusnak lenni? Sokkal emberibb volt a 30-40-50 évvel ezelőtti munka, és ezt az idős kollégáktól is hallom, de most magáról a meteorológiai szakmáról is beszélek. Ma már nem az egyes meteorológiai megfigyeléseket nem személyesen emberek végzik, akik aztán URH-n vagy telefonon kommunikálnak egymással, hanem számítógép kapcsolattal mennek. Tehát személytelenebb ez a szakma. Uh-huh. És személytelenebbé vált az időjárás jelentés is, úgymond, mert számítógépek nagyon sok mindent, rengeteget segítenek a tudományban, de én az emberi kontaktust, én az emberi kapcsolatokat nagyon-nagyon szeretem.